Tudósítóink természetesen országszerte folyamatosan dolgoznak. Több településről nem tudnak kijutni, mert lezárták az utakat, több városban is találkoztak, akik valamelyik innen megemlékezésre igyekeztek volna. De ehelyett folyamatos hólapátolással töltik a napot. Szinte mindenki azt mondja, ilyen ítélet időt március 15-én még nem élt át. Még délelőtt is alig tudtak közlekedni az autók Kaposvárnál. Amit a hókotról letakarított, azt azonnal visszahordta a szél. Kaposvár határain túl mindenhol elakadt autók, kamionok álltak. Az utakat tükörjék borította. Ez az autós Kaposvárról szeretett volna Nagyatádra eljutni. Mikor indultak, mikor ültek a Komolyan? Térségében állt meg, vagy maradt ott az autóval, és valahogy vonattal be tudott jutni, tehát azok, akik valóban úton voltak és segítségre szorultak. Ez a férfi is a hóval küzd az ország másik felén, Borsod megyében. Azt mondja, soha nem látott még március 15-én ilyen ítéletidőt. Ez egy óriási havazás. Én gyermekkorom óta nem emlékszem, hogy ilyen hó esett volna március 15-én, hiszen gyerekkoromban már sokszor ilyenkor mezítláb játszottunk. Az ünnep alkalmából olyan is volt, aki kokárdában lapátolta a havat. Minden esetre ez különös. Remélem, hogy ez pár nap alatt lecseng is. Köszönöm tégre a tavasz. A hóesés délutánra elállhat, a viharos szél azonban még sokáig gondot okozhat az utakon. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezünk ismét. Viszontlátásra!